December 8-án került sor Bicskeváros önkormányzata és a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár nevében a Rajzoljatok karácsonyi képeslapot című pályázat eredményhirdetésére és a kiállítás megnyitójára. A rendezvény kezdetén az ünnepi hangulat fokozásaként közösen énekelték a diákok és a pedagógusok Kiskarácsony Nagykarácsony című dalt. Ebben az évben is szép számmal érkeztek pályamunkák az óvodákból és az iskolákból egyaránt. A gyerekek beérkezett rajzai közül került ki idén a város képeslapja, melyet minden bicskei családnak megküldenek. Idén 158 rajz érkezett, összesen 187 gyerkőc adott be pályaművet. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, hiszen ennyi kitűnő munkából nehéz kiválasztani a legszebbet. Minden évben annyi örömmel és annyi szeretettel tölt el, hogy ezeket nézegetjük, és mindig olyan nagyon-nagyon nehéz feladat kiválasztani azt, ami mégis mindig nagyon szép, de mindig meg kell találnunk a legszebbet. Most ebben az évben is nagyon sokféle stílusban, színezéssel, rajzolt. Én imádom a gyerek rajzokat, mert olyan önként és olyan ösztönösen tudnak mindent rajzolni, és én nagyon érdekes felecsentákat, ha majd megnézik a kiállításon, hogy hányféle, nem csak ilyen, mint én, amit itt látunk, hanem nagyon különleges alakú fenyőfákat tudnak, vagy karácsonyfákat tudnak rajzolni a gyerekek. És mindig az látszik, hogy ezek a gyerekek olyan nagy szeretettel, olyan odaadással, olyan örömmel készítették ezeket a rajzokat, hogy mi is csak ugyanúgy tudunk válaszolni mindenkinek, hogy szeretettel átadjuk azokat a díjakat, illetve mindenkinek a kis elismerő oklevelet, amit érdemeltek. Nagyon-nagyon köszönjük ezeket a gyönyörű rajzokat, és remélem, hogy jövőre is részletek abban a munkában, amikor ugyanígy ezt ki kell választanunk ezeket. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, köszönöm mindenkinek, és nagyon boldog karácsonyt kívánok nektek! Bicske városi óvoda mindhárom tagintézményéből érkeztek rajzok. Az óvodás csoportok rajzai mind nagyon ügyesek és színesen jelenítették meg a karácsony hangulatát. A legkisebbek körében az angyalok, a hóember és a Mikulás kiemelkedően kedvelt alakjai voltak a képeslapoknak, de a betlehemi jászol és egy-egy karácsonyi motívum, a gyertyák és a csengők, no meg a karácsonyfa alatti ajándékok is megjelenítettek a képeken. Három egyéni és egy csoportos óvodás alkotást díjazott a zsűri. Akli Diana, Bicskevárosi óvoda József Atti utcai tagovoda Lepke csoportjának, Kovisa, Kis Laura Viola, Bicskevárosi óvoda József Atti utcai tagovoda Maci csoportjának, Kovisa, Geyer Eremmer Gloria, Bicskevárosi óvoda Ficánka csoportjának a tagja, és csoportosként a Bicskevárosi óvoda Kakas tagovoda Kisfakon csoportjának Kovisait díjazta zsűri. Az alsó tagozatosok karácsony ünnepet számukra is meghitt képekben jelent meg, a karácsony jellegzetes színeit kölcsönözve rajzaiknak. Az alsósok a család és az otthon melegét részesítették előnyben. A kandalló köré gyűlt családtagok és a feldíszített fa fényei elevenedtek meg a képeslapokon. Ugyanakkor nem maradt el a három királyok érkezése és a kis Jézus jászolja sem. Természetesen a téli időszak legkedveltebb családi programjainak, a szánkózásnak és a hóemberépítésnek az illusztrációja is látható képeken. A legtöbb pályamunka az alsó tagozatosoktól érkezett, a zsűri 7 kisdiákot díjazott. Terjék Boglárkát, a Csokonai 3. B-osztályos tanulóját, Bakcsengét, a Csokonai Általános Iskola 4. D-osztályos tanulóját, Gáfor Natasát, a Szent László Általános Iskola 1. osztályos tanulóját, Bíró Emmát, Júliát, a Szent László iskola 3. osztályos tanulóját, Bíró Sárát, a Szent László általános iskola 4. osztályából, Váradi Dorinát, a Szent László általános iskola 4. osztályából, Sinokli Pétert, a Szent László iskola 4. osztályából. A harmadik csoportot a felső tagozatos diákok alkották, az ünnep sokfélesége és meghittsége az ő képeiken is kirajzolódik, és már a személyes élményjelleg is erősen érződik az egyedi képeslapokon. Idén a fődíjas alkotás Kurcsi Lajos Csongor, a Szent László Általános Iskola 2. osztályos tanulójának munkáján nyert el a legjobban a városvezetőinek tetszését. Kurcsi Lajos Csongor egy
havas téli városképet rajzolt meg, mely átadja az adventi időszak üzenetét.